Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Május 30-a van Zsanett és Vazul névnapja. 1594-ben meghalt Balassi Bálint, a magyar reneszánsz költészet kiemelkedő alakja. A híradó elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. A csíksomlyói ünnepi szentmisét zarándokok nélkül tartották meg idén. Mintegy 1360 magyar kisdiák indulhat ősszel első osztályba. A szerb államfő ma délelőtt megtekintette a Belgrád-Budapest vasútvonal felújításán végzett munkálatokat. Felszerelést kaptak a csantavéri önkéntes tűzoltók. Ma van pünkösd szombatja, az ünnepi szentmisét a Kis- és Nagysomjóhegy közötti Nyeregben a hármas halom oltárnál Csíksomjón idén is megtartották. Az évek óta hatalmas tömegeket vonzó csíksomjói pünkösd szombati búcsú az idén azonban a koronavírus miatt nem tudott tömeges zarándoklatot fogadni. A szervezők az idén arra kérték a híveket, hogy szívük zarándoklatával kapcsolódjanak be az ünnepi szentmisébe és az egyéb liturgikus programokba. A járvány ellenes intézkedések értelmében idén zarándokok nélkül a Kegytemplomban tartották meg a hagyományos pünkösd szombati csíksomjói búcsút. Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek szerint a csíksomjói zarándoklat benne van a lelkekben. Köszöntök mindenkit, aki a televízió, a rádió, az internetes felületek általi közvetítésnek köszönhetően kapcsolódik be ünnepünkbe. A technika összekapcsol bennünket, milliók lehetünk együtt, de ennél sokkal szorosabban kapcsol minket össze égi édesanyánk, a boldogságos Szűz Mária iránti szeretetünk és hozzávaló gyermeki ragaszkodásunk. Szeretetünk kifejezésének mikéntjét ugyan befolyásolja a jelenlegi járvány, de őszinte ragaszkodásunkat nem tudja megfertőzni, nem tudja megszüntetni. Az érsek szerint a járvány sok mindent átértékelt bennünk. Megtanított arra, hogy mi az, ami igazán értékes, és mi az, ami maradandó. A járvány visszavezet bennünket a lényeghez, az ünnep magvához, fogalmazott az egyházi vezető. Ma délelőtt, miközben az autóban errefele tartottam, egy üzenetet kaptam, ez állt benne: vár minket a jó Mária, olyan, mint amikor a vándormadár érzi, hogy útra kell indulnia. Benne van a génünkbe, és én itthon ülök. Kedves testvéreim, honnan tudjátok, hogy ez rossz? A jó Isten soha nem akar rosszat népének. Ami van, annak szabad lennie, mondja Mustó Péter jezsuita atya. Ha Isten megenged valamit, amit én rosszként élek meg, rágódhatom rajta, emészthetem magam, kereshetek magyarázatokat, de a tényen nem tudok változtatni. A csíksomjói Kegytemplomból közvetített szentmisét több médiumon keresztül követhették a hívek. A templom előtti tére mintegy 250-en gyűltek össze. Jelképet. Tanszerek és olvasnivaló is lesz a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási csomagjában. Emellett iskolatáskát is kapnak a magyar tagozatba induló elsős diákok a Rákóczi Szövetség jóvoltából. A következő tanévben is az ideihez hasonló létszámban mintegy 1360 diákra számítanak. Az elsősök már augusztus végén, de legkésőbb szeptember elején megkaphatják az iskola indító ajándékokat. Az MNT a középiskolásokról sem feledkezett meg. A harmadikosok részére 3 hetes felzárkóztató szerb kurzust szerveznek. Az ingyenes képzés július 6-ától a hónap végéig tart majd, amely során a jelentkezők 80 intenzív szerb nyelvű órára számíthatnak. A jelentkezőket június 1-jéig várják, mondta Jarasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke a Pannon Televízió közügyek című hírháttér műsorában.
kulcsfontossága van arra, annak, hogy felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy ennél nagyobb ajándékot nem adhat a gyermekének, mint hogy magyar nyelvi, tehát az anyanyelvi oktatásban részesíti, hiszen gondoljunk csak bele, hogy mit jelentene számunkra is, hogyha visszagondolva a mi iskolás éveinkre, hogyha szerb nyelven kellett volna például iskolába járnunk. Azt gondolom, hogy a gyermek alapvetően a gondolatait magyar nyelven fogalmazza meg, mondja ki mindazt, ami benne van. Tehát magyar nyelven gondolkodik, álmodik, magyar nyelven a legkönnyebb számolni, olvasni, és hiszem azt, hogy a magyar nyelvű tudás, tehát az anyanyelvű tudás az, amely biztos alapot ad a későbbiek során, amelyre építkezni tudunk. Alekszandra Vučić szerb államfő ma délelőtt megtekintette a Belgrád-Budapest vasútvonal felújítási munkálatait. A köztársasági elnök Zorana Mihajlović építésügyi miniszterrel, Igor Mirovityjal a tartományi kormányelnökével és Csembó kínai nagykövettel, valamint a munkálatok kivitelezőivel a Belgrád és Upázova közötti szakasznál jártak. A következő év márciusában várható, hogy ezen a szakaszon megindul a vasúti forgalom, mondta Alekszandra Vučić. A Belgrád-Upázova vasútvonalon a munkálatokat a kínai kivitelezők várhatóan befejezik az év végéig, jövő év márciusától pedig a forgalom is megindulhat rajta. Az Upázova és Újvidék közötti szakasz, amelyen orosz kivitelezők dolgoznak, 2021. augusztusára lehet kész. Odmah posle toga krećemo ubrzano izgradnju do 2024. godine završit ćemo Novi Sad Subotica. Negde u isto vreme Mađari će da završe svoju deonicu od 153 km i onda ćemo imati put do Budimpešte kojim ćemo, dakle, Beograd Budimpešta za 2 sata i 45 minuta. A szerb államfő az utak építéséről is beszélt. A közép- és dél-szerbiai munkálatok után az elkövetkező időszakban sor kerülhet a vajdasági autópályák kiépítésére is. Uskoro kreću veliki projekti i autoput, izgradnja autoputeva u Vojvodini, dakle od ovoga Ruma-Šabac, koji je važan za povezivanje Srema i Mačve, do Fruškogorskog koridora, koji je opet važan za povezivanje Južno-Bačkog okruga, najvećeg okruga u Vojvodini i Sremskog okruga i čitave veze sa Beogradom i Zapadnom Srbijom. A Belgrád-Upázova vasútvonal hossza 34,5 km. A munkálatok 2017-ben kezdődtek. A szerződés értéke 305,1 millió dollár. A Belgrád-Budapest vasútvonal szerbiai szakasza 184 km. A munkálatok 2 milliárd dollár értékűek. Bosznia-Hercegovina is megnyitja határait a szerb polgárok előtt, így június 1-től szabadon beutazhatnak az ország területére, közölte Biserra Turković boszniai külügyminiszter. A tisztségviselő szerb hivatali kollégájával Ivica Dačićjal telefonon közölte a döntést. A külügyminiszterek egyetértettek abban, hogy a határok megnyitása az egész régió fejlődése szempontjából fontos tényező. Nem volt halálos áldozata a koronavírusnak az elmúlt 24 órában Szerbiában, viszont 27 új esetet regisztráltak. Ezzel pedig 11.381 az igazoltan fertőzöttek száma az országban. Olvasható a covid19.rs oldalon. A mögöttünk álló napon 3548 embert teszteltek. A halálozási arány 2,13%. Szerbiában a járvány kezdete óta 242.782 személy teszteltek. Eddig összesen 6606-an gyógyultak fel a betegségből. Jelenleg 505-en szorulnak kórházi kezelésre, 10-en pedig lélegeztetőgépen vannak. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a koronavírus továbbra is jelen van, ugyanakkor nem ez az egyedüli vírus a környezetünkben, jelentette ki a szerbiai RTV műsorában Darija Kisić Tepavčević, a Batut Közegészségügyi Intézet igazgatóhelyettese, a válság stábtagja. Elmondta, az elmúlt 2-3 hétben a klinikai körülmények között felfedezett esetek zöme már nem mutat semmilyen tünetet. A legtöbb országban ma már nem is tesztelik azokat, akik nem mutatják a betegség jeleit, hangsúlyozta. Szavai szerint
egyelőre kevés idő telt el ahhoz, hogy megállapítható legyen, vajon mennyire gyengült a vírus. A naponta felfedezett esetek száma Szerbiában 1% alatti, ráadásul úgy, hogy intenzíven tesztelik a fertőzöttek kapcsolatait. Egyelőre nem beszélhetünk a vírus eltűnéséről, ugyanakkor csak úgy kerülhetünk ehhez közelebb, ha betartjuk a távolságtartás szabályait és megtanulunk együtt élni a vírussal. Újabb 26 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, így 3867 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon, hangzott el az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. Elhunyt újabb 7 idős krónikus beteg, ezzel 524-re emelkedett az elhunytak száma, 2142 személy pedig már felgyógyult a betegségből. Az aktív fertőzöttek száma 1201-re csökkent, 414 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 22-en vannak lélegeztetőgépen. Szlávik János, a Délpesti Centrum kórház infektológus főorvosa kitért arra is, hogy a koronavírus terjedhet tárgyak által is, ezért javasolt továbbra is a fertőtlenítés. Eddig is tudtuk, hogy ez a fertőzés nagy részt cseppfertőzéssel terjed, de lehet, hogy talán egy kicsit nagy jelentőséget tulajdonítottunk a tárgyakkal való átvitelnek. Mindenképpen kijelenthető, hogy ezt a betegséget a tárgyakkal is át lehet vinni. Tehát a további fertőtlenítés mindenképpen javasolt, de különösen felhívja ez a tanulmány arra a figyelmet, hogy mennyire fontos a távolságtartás, a maszkhasználat, azok a fajta módszerek, amikkel az emberek egymást cseppfertőzéssel megfertőzhetik. Továbbra is mind a maszkhasználat, mind a fertőtlenítés úgy gondolom rendkívül fontos a távolságtartás mellett, ahhoz, hogy ez a járvány ne terjedjen tovább. A világban eddig több mint 6 millió koronavírussal fertőzött személyt tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladja 368 ezret. 2,6 millióan viszont már legyőzték a kort. A legtöbb fertőzött az Amerikai Egyesült Államokban van, számuk közelít a 2 millióhoz. A halottak száma több mint 104 ezer, a gyógyultaké pedig közelít az 520 ezerhez. Brazília a második a sorban, Dél-Amerika legnépesebb országában több mint 469 ezer igazolt fertőzöttet regisztráltak. Oroszország áll a harmadik helyen, ahol mostanáig 396 ezer pozitív esetet találtak. Európában valamelyest mérséklődik a járványhelyzet, de továbbra is Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és Olaszországban van a legtöbb vírusos beteg. Washington megszünteti minden kapcsolatát az egészségügyi világszervezettel, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök hozzátette, a WHO nem hozta meg a koronavírus járvány miatt szükségessé vált reformokat, ezért szakítanak meg vele minden kapcsolatot. A szervezet működéséhez biztosított eddigi amerikai hozzájárulás összegét Washington más szervezetekhez irányítja át. Kettős gyilkosság történt ma reggel Karlócán, a gyanúsítottat a kora délutáni órákban elfogták. Az 1972-es születésű ZK a gyanú szerint vadászpuskával lelőtte szüleit. A feltételezés szerint elsőként apjával, az 1943-as születésű JK-val végzett, majd édesanyja, az 1954-es születésű GK életét is kioltotta. Feltehetően családi vita vezetett a tragédiához, a férfit 48 órás őrizetbe vették. Egy ember meghalt abban a balesetben, amely a Milos Fejedelem autópályán történt tegnap éjfél körül. A prajinai csatlakozás előtt mintegy 2 kilométerre történt a szerencsétlenség. A Csácsák felé haladó forgalmat a helyszínen és után az Ibári országút felé terelték. A forgalom hajnali 5 óra körül állt helyre. Két szerbiai fiatal férfi vesztette életét egy autóbalesetben ma hajnalban Tivat közelében, Kukuljin községben, írja a VST. A portál szerint a szerb rendszámtáblával rendelkező Peugeot 307-es autó nagy sebességgel ütközött neki egy betonblokknak. A 20 éves MS a helyszínen életét vesztette, míg a 25 éves KD a kórházba vezető úton halt bele sérüléseibe. A tivati rendőrség helyszínelését követően nem derült ki, hogy melyik fiatal vezette az autót.
Mindketten munkavállalási engedéllyel tartózkodtak Montenegróban. Egyébként a reggeli órákban még egy baleset történt, amelyben egy autóbusz és egy személygépkocsi ütközött. Az autóbusz felborult. A szerencsétlenség, amely a Danilovgrád-Niksic közötti úton történt, két halálos áldozatot követelt, 19-en pedig megsérültek. Teljes a káosz Minneapolisban, miután utcai zavargások törtek ki a hét elején történt rendőri brutalitás miatt. Minnesota állam kormányzója Tim Walz a Nemzeti Gárda legmagasabb szintű mobilizációját rendelte el. A rendfenntartásba és az utcai zavargások visszaszorításába a Pentagon is bekapcsolódott. Összesen 5000 katona és rendőr van jelenleg Minneapolis utcáin. A zavargások már 4 napja tartanak. Csak az előző éjjel 50 ember tartóztattak le. A hivatalos szervek pedig arról számoltak be, hogy a tüntetők mintegy 80%-a nem is a városban él, sőt anarchista és rasszista csoportok tagjai. Detroitban már halálos áldozata is van a tüntetéseknek. Egy 19 éves fiatal halt meg, miután valaki egy autóból a tömegbe lőtt péntek éjjel. A zavargások azért törtek ki, mert egy George Floyd nevű fekete férfinek a letartóztatása után az egyik rendőr őrizetbevételkor rátérdelt a nyakára, és annak ellenére sem engedte el, hogy jelezte, nem kap levegőt. A férfi belehalt a rendőri brutalitásba. A Minneapolis-i tragédia után 4 rendőrt bocsájtottak el. Egyiküket őrizetbe is vették, és emberöléssel gyanúsítják. A futball mindig vigasz és elégtétel volt a magyar ember számára, mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia alapítója ma Felcsúton, ahol bemutatták a Labdarúgás és Tudomány című tanulmánykötetet. A Puskás Akadémia és a Testnevelési Egyetem együttműködésében született könyv bemutatóján a kormányfő azt hangsúlyozta, talán nem véletlen, hogy Trianon után volt a magyar futball első aranykora, majd a II. Világháborút követően az 50-es években az aranycsapat időszaka. Akkoriban a zöld gyepen a megszálló ország csapatát is le lehetett győzni, tehát a futballt a kultúra és a történelem részeként kell kezelni, fűzte hozzá. Orbán Viktor úgy vélte, a futball maga az élet, igazságos, nyílt, sisakos játék, amelyet szabályok mentén vívnak a felek, és mindig a pályán dőlnek el a dolgok. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Virágpiac várta a növények szerelmeseit Újvidéken. Folytatódik a változékony időjárás térségünkben. Választások 2020. A palicsiak több évtizedes álma valósult meg azzal, hogy elkészült a Palicsi Magyar Művelődési Központ, nyilatkozta dr. Pásztor Bálint. A VMS Szabadkai Önkormányzati Lista vezetője elmondta, egy olyan közösségi tér jött létre, ahol elsősorban művelődési tartalmak kapnak majd helyet, de találkozó helye is lesz majd az itt élőknek. Kiemelte, amennyiben a VMS listája győz a választáson, akkor más prioritások kerülnek előtérbe Szabadka kapcsán. A politikus kifejtette, Palics, Ludas, Királyhalom, Hajdújárás, Nosza, Csantavér, Bajmok és a szabadkai helyi közösségek fejlesztésére is nagyobb hangsúlyt kell fektetni, megőrizve a város szecessziós magját és jellegét. Egy közép-európai várost szeretnének, amelyhez hozzájárul majd a Szeged-Szabadka vasútvonal fejlesztése is, tette hozzá dr. Pásztor Bálint. Amelynek a megépülését vagy újjáépülését követően 2022 elejétől ki fog nyílni itt a tér, és virágzásnak fognak indulni azok a települések, amelyek Szabadkától északra határ felé találhatóak, de akár Szeged környékét is említhetem, tehát teljes mértékben realitássá fog az válni, hogy Szabadkáról Szegedre vagy fordítva 40 perc alatt el lehessen jutni. Több mint 30 személy vett részt a Vajdasági Magyar Szövetség Zorkai helyi szervezete által idén 2. alkalommal megszervezett hulladékgyűjtési akcióban. A program keretében felnőttek és gyermekek egyaránt gyűjtötték a szemetet a szabadkai Zorka helyi közösség területén. Fekete zsákokba szedték a szemetet az önkéntesek az Zorka helyi közösségben. A több mint 30 személyből álló csapat a környék utcáin kívül a helyiek által jól ismert Deszkás erdő területén is gyűjtötte a hulladékot.
Apsolutno je bitno da našu okolinu, životnu sredinu sačuvamo u pravom prirodnom obliku, jer svako smeće koje se, da kažem, bez pravog mesta odlaganja baci u prirodu, znamo koliko su dugački rokovi kada će to smeće moći da se razloži, a pojedine stvari ne mogu da se razlože po stotine godina. I moramo da pazimo na naše okruženje i životnu sredinu, da očuvamo zdravom i čistom za sebe i za svoje buduće pokolenje. Tikvicki Leona párjával másodszor vett részt a gyűjtési akcióban. Sokszor nem szívesen sétál az erdőben, éppen amiatt, hogy sok a szana szétdobált szemét. Azért, mert én is itt lakom, és szeretem, hogyha tiszta. Az utcán mindig összeszedem a szemetet. A második éve megszervezett hulladékgyűjtési akcióban a helyi közösségben élőkön kívül a Masterplast vállalat dolgozó is besegítettek. Emelte ki Kudlik Zoltán, az Orka helyi közösség tanácselnöke. Idén másodízve szervezzük meg ezt a személygyűjtési akciót, mivel egy környezettudatos világot szeretnénk teremteni, és itt az Orka helyi közösség területén közel vagyunk az erdőhöz, ami hát a turisták, illetve a városi polgárok számára egy fontos kirándulóhely, és sajnos elég sok személy gyűlik össze itt az év folyamán, ezért tartjuk fontosnak azt, hogy minden éve megszervezzük ezt a személygyűjtési akciót, hogy tisztábbá tegyük mind az erdő területét, illetve az erdő környékén élők környezetét is. A szervezők szerint a hulladékgyűjtési akció a tavalyi évhez hasonlóan sikeresen zárult. Mintegy két kamionnyi személy gyűlt össze az Orkahelyi közösség területén. Választások 2020. Ítéletidő tombolt tegnap Kevevárán, a viharos erejű szelet jég kísérte, amely elvert a gyümölcsösöket, és a határban is károkat okozott. Nem esett ugyanakkor a jég Kevevára minden részén. Dva sate počeo jak grada pada, samo što je u donjem delu grada padao sitni grad, a gore gde je bolnica, tu je mnogo krupni grad padao. Sa veličina je bila, šta ja znam, kao klikeri otprilike, a i nanelo dosta materijalne štete, naročito voće koje je dosta stradalo od toga. Ránkó Vucsedics szerint a mezőgazdaságban történt károk mértéke attól is függött, hogy hol vannak a jégelhárító rakéták. Nanél odregyenú stetun, nárstó odregyenim kultúrama, poliprivnim kultúrama, de kako. Sad koliko sve zavisno od područja do područja, jer obzirom da je objavljeno da je na području celokupnoj Kovinske opštine, to se desilo zavisno ko je kako branio određena područja i koliko je protugradnih raketa ukorišteno. A vihar után Mikić Jovanka pincéje megtelt vízzel, az udvar pedig jéggel. Bilo je po dvorištu leda, imamo i sto napolje, fotelje, sve to bilo puno leda, pa jedno 5 cm sigurno je bio. A ovako je bilo krupan kao tetovac pasolj. Ništa više nije bilo krupnije. Ali padalo je 15 minuta, sigurno 20 držalo to. I to je bila voda, strašno padala kiša, nisi mogu u dvorište da izađeš. Kevevára mellett más bánáti községekre is lecsapott tegnap az ítéletidő. Az enyhe tél és a száraz tavasz hatását már kezdik érezni az északbácskai mezőgazdasági termelők. Szerintük a vártnál ugyan szebben fejlődik a gabona, azonban rekordtermés nem várható az idei évben sem. Mint mondják, további csapadékra lenne szükség a megfelelő fejlődéshez. Csapadékmentes tél áll mögöttünk, és a tavasz sem hozott túl sok esőt. A gazdák szerint azonban az időjárási viszonyokhoz képest viszonylag szépen fejlődik a kukorica és a búza is. Ez főleg a megfelelő, tehát minőségi magoknak tudható be, illetve annak, hogy jól tudták megbűművelni a földterületeket. A gazdák szerint viszont legalább 50 liter per négyzetméter esőre lenne még szükség ahhoz, hogy szépen fejlődjenek ezek a növények. Az Adorjáni Vajda Attilánál szépen sorol a kukorica és a búza is. A mezőgazdasági termelő elmondta, hogy a permetezést már elvégezték a gabonákon, most már csak egy kiadós esőre van szükség.
A hozamokról, hát ez korai lenne még, ugye sokat kint fog aludni a gabona aratásig. Mindenképp egy eső még segítene rajtuk, a buzákon pláne. Hát remélem, hogy túl nagy gondok nem lesznek, de viszont rekordtermésre nem számítunk, az biztos, az már látható, de szerintem a költségeket, ha födi még, talán azzal is megelégszünk az idén. A gazda szerint az idén gyengébb búza és kukorica termésre van kilátás, arról pedig még csak találgatni lehet, hogy mennyi lesz a gabona felvásárlási ára. Tűzoltó kabát és cipő, nadrág, pólók, öv és sapka. 18 darab könnyű bevetési ruházatot nyertek a csantavéri önkéntes tűzoltók tartományi pályázaton. Vajdaság önkéntes tűzoltóinak összesen 1286 tűzoltó ruházatot biztosította a tartományi mezőgazdasági titkárság. A 024 782 391-es számon riasztják Csantavéren az önkéntes tűzoltókat. Gondnok híján távirányítással egy mobilkódjel segítségével működésbe hoznak egy szirénát, amely riasztja az önkéntes tűzoltókat. Legutóbb a szabadkai hivatásos tűzoltó kollégáik hívták őket segítségül, amikor egy szállodán kiütött tüzet kellett oltaniuk. Szombaton 18 darab könnyű bevetési ruházatot vehettek át a csantavéri lánglovagok. Ez azoknak a tűzoltóknak van előrelátva, akik vonulós tűzoltók, akik tényleg mennek tüzet vagy bármi káreseményt vonulni, azok lesznek felöltöztetve, hogy egyformák legyenek, hogy tűzoltó kinézetük legyenek, mert több évtizede már nagyon gyéren lett vásárolva ilyen jellegű felszerelés vagy ruházat. Fennállásának 125. évfordulóját ünnepli a csantavéri önkéntes tűzoltó testület ősszel. A nagymúltú egyesületnek csaknem 56 aktív tagja van. Igyekeznek a technikai felszereltségükön javítani. Ebben nagy segítséget nyújt nekik a helyi közösség. A biztonságos mindennapjaink és tevékenységeink nélkülözhetetlen része itt Csantavéren és környékén az önkéntes tűzoltóság, hiszen mezőtüzek, kéménytüzek, cégek, működő cégek, akik itt vannak, egy komoly biztonságérzetet nyújt, hogy minden pillanatban, minden helyzetben számíthatunk rájuk. A tartományi mezőgazdasági titkárság pályázatán összesen 1286 új tűzoltóruha került a vajdasági egyesületekhez. Vlada pokrajine je prepoznala i izašla u susret da uz lokalne samouprave izvršimo nabavku da obučemo dobrovoljne vatrogasce. Osnovna tri stuba reforme dobrovoljnog vatrogastva ide podmlađivanje, opremanje i obuka. Znači, opremanje smo krenuli, u nekom narednom periodu treba da se izvrši verifikacija vatrogasnih jedinica da bih mogle da funkcionišu na terenu po zakonu o dobrovoljnom vatrogastvu. Az Észak-Bácskai körzetben 22 önkéntes tűzoltó egyesület nyert 324 könnyű bevetési tűzoltóruházatot. Könyvbemutatót tartottak tegnap este Székelykevén a helyi közösség nagytermében. Egy 137 éve íródott könyvet mutattak be. Az érdeklődők betekintést nyerhettek a bukovinai magyarok letelepedésének történetébe és az aldunai munkálatokba. Nagy György emlékirat az aldunai munkálatokról és a bukovinai magyarok hazatelepítéséről című könyve 1883-ban íródott. A nyáron Székelykevén falunkban gyűjtést végeztek a szabadkai tanítóképzőkar hallgatói tanáraikkal együtt, és egyik tanáruk, Németh Ferenc, hívta fel a figyelmünket arra, hogy a Szegedi Levéltárban ez a könyv megtalálható, és mivel mi még eddig ezt a könyvet nem ismertük, akkor eljuttatta hozzánk, és akkor most ma este került sor ennek a könyvnek a bemutatására. Szemerédi Pál, székelykevei plébános, sok új információval lett gazdagabb. Na,
nagy izgalommal jöttem, hogy milyen szép újdonságot fogok hallani, és el lehet mondani, hogy nagyon tetszett a könyvbemutató, mert több információval gazdagodtam, amelyet eddig nem tudtam, vagy csak hallomásból hallottam róla egy-egy foszlányt, most pedig sokkal tágasabban, részletesebben tudok rátekinteni arra, hogy a székesség hogyan is talált újra hazára ezen a déli részeken. A szabadkai Gyermán Stefánia, aki éppen látogatóban volt Székelykevén, nagyon örült, hogy részt vehetett az eseményen, mert először hallotta a székelyek történetét. Nagyon szeretem a könyveket, szeretek olvasni, nagyon sok információt tudtam meg a székelyekről, amit még eddig nem tudtam meg, ezért nagyon tetszett a könyvemutató. A résztvevők szerint, ha végigolvassuk a könyvet, rájövünk, hogy mit is jelent az emberek számára a haza, mert a könyv írója részletesen ír erről. Virágpiac várta a növények szerelmeseit az Újvidéki Vojvodina Sport és Üzletközpont előtti téren. Dísznövénykertészek, fűszer- és gyógynövénytermelők, méztermelők, valamint kézművesek állították ki portékájukat. A borongós idő sem tántorította vissza az újvidékieket, hogy kimenjenek válogatni a széles kínálatból. Hát mindenképpen szeretjük a virágpiacot, és jövünk is rendszeresen megnézni, nem minden alkalommal vásárolunk, de szeretjük. Katona Ibolya virágkertész a dísznövények széles skáláját tudja kiállítani. 10 éve jár rendszeresen az újvidéki virágpiacra. Hát az idén a helyzetre tekintettem, most van ugye először, de látszik is szerintem az embereken meg a tömegen azért van érdeklődés. Tekintettel ugye, hogy most tényleg az idén az első alkalommal van itt Újvidéken ez a virágpiac. Szerintem aki csak várt, az mindenki itt most itt van. A kiállítás és vásár csak nevében virágpiac, hiszen a dísz és egyéb növények mellett számos más termék is megtalálható a rendezvényen. Méz, tej és hústermékek mellett nagy a kínálat a kézműves alkotásokból is. Szélcsengők, virágtartók, kaspók, valami ilyen jelleggel mozdulunk. Még kihoztam ezt a korongomat, hogy azért be is mutassam az embereknek, most egy kicsit lepihenjenek, hogy jobban teljen a napjuk, meg persze az enyém is. Az ilyen jellegű rendezvények nem csak a vásárlókhoz hozzák közelebb a változatos portékát, hanem az elárusítóknak is alkalmat adnak termékeik és alkotásaik bemutatására. Hát nem igazán éli a virágkorát a kézművesség, de vannak lehetőségek, csak folyamatosan menni kell. Tehát ezt nem lehet úgy, hogy otthon leülök, és azt aztán onnan eladom. Tehát járunk vásárolvására, kézműves vására, kiállításokra, adott esetben virágkiállításra, mikor hol van rendezvény. Újvidék és környéke mellett egész Vajdaságból és Szerbia más részeiből is érkeznek kiállítók. Ljudi prosto nekako vole da dođu u Novi Sad, zato što mi je osjećaju se ovdje onako lepo dočekani, tako da to su njihove impresije, pošto stvarno, kaže, ja jedva čekamo da dođem u Novi Sad, tako da stvarno imamo onako izlagače sa teritorije cijele zemlje, prosto vole i osjećaju se, što kažu, kao kod kuće svoje. Az érdeklődőknek nem kell sokáig várniuk a következő virágpiacra Újvidéken. Legközelebb június 5-én és 6-án kerül sor kiállításra, szintén a Spence előtt. Folytatódik a változékony időjárás térségünkben. A hétvégén a napsütés mellett több helyen záporokra, helyenként zivatarokra lehet számítani. Vasárnap a minimum hőmérséklet 10-11 fok körül alakul, a délutáni órákban pedig 18-19 fok valószínű. A változékony esős időjárás a jövő héten sem hagyja el térségünket. A hét elején hétfőn és kedden is számítani kell csapadékra. Komolyabb felmelegedés a hét második felére várható. Megvédte bajnoki címét a Crvena Zvezda labdarúgó csapata. A belgrádi pirosfehérek a tegnap újraindult szuperligában a szintén fővárosi Rád vendégeként 5-0-ás győzelmet arattak, ezzel pedig behozhatatlan előnyre tettek szert üldözőikkel szemben. A TSC csapata holnap lép pályára Zentán az ivanyicai Jávor ellen. A topolyaiak célja, hogy megőrizzék negyedik pozíciójukat a tabellán, amely európai kupa selejtezőt jelenthet számukra.
Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. A csíksomlyói ünnepi szentmisét zarándokok nélkül tartották meg idén. Mintegy 1360 magyar kisdiák indulhat ősszel első osztályba. A szerb államfő ma délelőtt megtekintette a Belgrád-Budapest vasútvonal felújításán végzett munkálatokat. Felszerelést kaptak a csantavéri önkéntes tűzoltók. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol műsorainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. Most következik a Carbon Fools koncertje. Szép estét kívánok, viszontlátásra!